Sziasztok, srácok, és üdv újra itt a csatornán! Pitte, was? Láttátok? Mondjuk biztosan láttátok, mert rengetegen írtatok, hogy az ismeretlennek új videója van! Méghozzá az a címe, hogy ez van a CD-n, úgyhogy ezt most gyorsan meg fogjuk nézni. Baromi kíváncsi vagyok, hogy mi van rajta. Hajde, let's go, nézzük meg! Fogalmam sincs, hogy mi lehet ezen a CD-n, de az ismeretlen azt mondta nekem a múltkor, hogy nézem meg a Charlie és Csoki gyárat. Köze lehet esetleg ahhoz, ami a CD-n van? De nem tudom, nekem ez nagyon fura. Na nézzük meg! Sziasztok. Szóval jelöljétek meg engem, hogy én is lássam. Jó, köszönöm, láttam. Willy Wonka vagyok. A segítségedre van szükségem. Létezik egy aranyszelvény. Azt mondta, hogy Willy Wonka vagyok? A Willy Wonka csokoládékba elrejtve. Az aranyszelvény megtalálója belépést nyer a csokoládégyárba. Sajnos a fülembe jutott, hogy ezt az aranyszelvényt egy gonosz ember akarja megszerezni, hogy tönkretegye a csokoládégyáron. A segítségedre van szükségem. Mindenáron meg kell szerezned ezt a szelvényt, azelőtt, mielőtt a gonosz ember kezébe kerülne. De hogy pontosan ezt hol találod? Még a csokikban van, vagy már valakinél, ezt nem tudom. Kérlek, segíts! Sok sikert! Ennyi? Szóval van egy aranyszelvény, amit egy gonosz ember meg akar szerezni. Azt nem mondja az ismeretlen, hogy az én feladatom ezt megszerezni. Kicsit elég nagy a világ. Hol találjuk meg ezt az aranyszelvényt? Bár van egy sejtésem, hogy ez ismételten az én, vagyis hát a mi feladatunk lesz együtt, hogy megtaláljuk a világban valahol ezt az aranyszelvényt, de remélem, hogyha megtalálom, akkor azt jelenti, hogy elmehetünk együtt a csoki gyárba. Ú, de jó lenne. Minden esetre fogalmam sincs, hogy hol kezdjük. Arra gondoltam, hogy meg kellene várnunk a hajnali 3 órát, és megkérdezni Charlie-tól pár dolgot. Ő úgyis mindig mindent tud. Rengeteg kérdésem van, amit feltennék neki. Tudjátok, ő csak igennel meg nemmel tud válaszolni, de talán már az is sokat segítene nekünk. Na, mielőtt eljönne a hajnali 3 óra, elővettem a papírt, a ceruzát, és akkor rajzoljuk meg, hogy tudjunk Charlie-Charlie-val játszani. Na, ide a bal felső sarokba fogjuk azt írni, hogy nem. Ide a jobb felső sarokba jön az, hogy igen. És akkor ide alulra megint azt írtam, hogy igen, és akkor már csak ez a sarok maradt ki, ide pedig jön az megint, hogy nem. Úristen, srácok, eljött a hajnali 3 óra. Azt hiszem, hogy kezdhetjük. Srácok, minden a helyén van, hát vagyis már csak volt. Áfi! Elfi! Ne már! Ez kell a rituáléhoz! Áfi! Na jó, azt hiszem, hogy tényleg minden most már a helyén van, eljött a hajnali 3 óra, úgyhogy kezdhetjük. Szerintem először kérdezzük meg tőle, hogy van-e kedve velünk játszani. Charlie, Charlie, van kedved velünk játszani? Ez egy egyértelmű igen? Egyértelműen igen. Jó, azért megkérdezem tőle a biztonság kedvéért, hogy itt van-e, bár amúgy nem tudott volna megmozdulni ez a ceruza, hogyha nem lenne itt. Charlie, Charlie, itt vagy? Itt van, tényleg itt van velünk. Úristen, itt van velünk, Charlie! Na, visszahelyezem megint alapállásba, és azt fogom most tőle megkérdezni, hogy tud-e valamit Willy Wonkáról, és akkor arra, hogyha tud valamit róla, akkor igennel fog válaszolni, ha nem tud valamit, akkor nemmel, remélhetőleg. Charlie, Charlie, tudsz valamit Willy Wonkáról? Jó, ez nagyon egyértelműen igen. A kérdés már csak az, hogy el akarja nekem mondani. Á, meg hát a probléma az ugye, hogy csak igennel is nemmel tud válaszolni, szóval nem tudom most tőle egyszerűen megkérdezni azt, hogy és mit tudsz, mert arra nem fog válaszolni. Megkérdezem tőle, hogy igazat mond-e Willy Wonka. Charlie, Charlie, Willy Wonka igazat mondott? Láttátok? Kicsit, mintha megmozdult volna. Elfi! Charlie, Charlie, Willy Wonka igazat mondott. Úristen. Úristen. Most komolyan a nemre ment? Akkor Willy Wonka a videóban nem is az igazat mondta? Na jó, akkor most már végképp nem értem, hogy mi történik itt.
Hát ez eléggé furcsa, mert Willy Wonka az ismeretlen segítségét kérte, hogy megszerezze azt az aranyszelvényt. Az ismeretlen meg ugye az enyémet, de hogyha nem is igaz, amit Willy Wonka mond, akkor hogy segítsünk? Charlie, valóban létezik egy aranyszelvény? Teljesen egyértelműen igen. Teljesen egyértelműen, olyan gyorsan odament az igenre. Jó, tehát akkor aranyszelvény létezik, abban biztosan igazat mondott Willy Wonka, de valamiben pedig mégiscsak hazudott. Vagy Charlie hazudik nekünk. Jó, akkor szerintem megkérdezem Charlie-tól, hogy ő hazudik-e nekem? Charlie, te hazudsz nekem? Na, meg sem mozdul. Akkor inkább megkérdezem, hogy igazat mond-e. Charlie, te igazat mondasz nekem? Charlie, te igazat mondasz nekem? Erre se mozdul meg. Jó, szerintem megkérdezem tőle újból, hogy itt van-e, mert most nem reagál semmire. Charlie, itt vagy? Itt van. Jó, akkor csak ezekre a kérdésekre nem akart válaszolni. Pedig erre a válaszra szükségem lett volna, mert akkor tudnám, hogy mi történik, de így nem tudom eldönteni, hogy Charlie hazudik, vagy Willy Wonka hazudott, vagy az ismeretlen hazudik. Ó, tényleg meg kellene kérdezni tőle, hogy megbízhatok-e az ismeretlenbe. Charlie, megbízhatok az ismeretlenbe? Hát egy kicsit elgondolkodott rajta, ez nem volt olyan egyértelmű, igen, de végül is ez igenre ment. És eddig általában mindig bejött, amit Charlie mondott, szóval... Talán hiszek neki, ti mit csináltok, ti hinnétek Charlie-nak, vagy inkább Willy Wonka-nak hinnétek? Nem tudom eldönteni, de azért Charlie-ban egy picit jobban megbízom talán. Na, megkérdezem tőle, hogy szerinte segítsek-e az ismeretlennek, mert oké, megkérdeztem tőle, hogy bízhatok-e benne, azt mondta, hogy igen, de azért a biztonság kedvéért ezt is megkérdezem. Charlie, segítsek az ismeretlennek? Érdekes, itt is egy kicsit elgondolkodott, hogy igen vagy nem, de végül is ez igenre ment. Jó, hát igazából úgy sincsen más választáson, fogok neki segíteni. Megkérdezem tőle, hogy szerinte jó ötlete, hogyha rendelek ilyen Willy Wonka csokikat az internetről, mert amúgy láttam, hogy lehetne rendelni. Szóval, ja, az egy megoldás lehetne, hogy akkor abban keressük meg az aranyszelvényt. De az is lehet, hogy már ez a gonosz ember megtalálta azt az egyetlen aranyszelvényt. Nem tudom, megkérdezem Charlie-t, hogy ő mit tud erről. Charlie, szerinted jó ötlet, hogyha rendelek az internetről Wonka csokikat? Jó, ez is egyértelműen igen, jó ötlet. Aj, nem tudom, hogy megkérdezzem azt tőle, hogy szerinte már valaki megtalálta ezt az aranyszelvényt, mert valószínűleg nem tudja. Vagy kérdezzem meg tőle? Megkérdezem, hát ha tudja. Charlie, valaki megtalálta már az aranyszelvényt? Na, miért nem válaszol? Charlie, valaki megtalálta már az aranyszelvényt? Nem válaszol rá. Lehet, hogy nem válaszolhat rá? Meg kellene tőle kérdezni most azt, hogy válaszolhat-e nekem erre a kérdésre? Charlie, válaszolhatsz nekem az előző kérdésre? Nem, de milyen sokáig tartott neki, mire ráment a nemre. Szerintem ez egy egyértelmű nem válaszolhat nekem erre, és amúgy gondoltam, hogy ez lesz. Na, azt hiszem, hogy mindent megkérdeztem tőle, amit akartam, most már nem maradt más hátra, csak hogy megkérdezzük tőle, hogy befejezhetem a játékot. Charlie, befejezhetem a játékot? Ajaj, nem reagál. Charlie, befejezhetem a játékot? Oké, ráment az igenre. Nem mozdult meg nagyon, de látatok, mozgott, ott van az igenen, úgyhogy oké, és ennyi elég volt, bye!